Köszöntöm Önöket tisztelettel a Magyarországi Cigánypárt nevében. Szeretném kérdezni, hogy fölállja ki, veszi akkor a mikrofon, vagy pedig ülve? Jobb, ha ülök. Köszöntöm a sajtó jelenlévő képviselőit. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam az asztalnál ülőket. A mai budapesti szervezet alakú ülésén megválasztottunk egy 4-5 fős vezetőséget. Balra tőlem Lakatos Attila vállalkozót köszöntöm. Dr. Horváth Ferenc ül mellettem jobbra, aki jogász, valamint Szőke Sándor, aki forgatókönyvíró, politikai elemző és polgárjogi aktivista. Mai sajtótájékoztatónknak a témája, hogy miért jött létre a Magyarországi Cigánypárt, mi az értékrendje, mi a küldetése és a programjának alappillérei. Úgy ítéljük meg, hogy a történelmi kor követeli meg a cigánypárt megjelenését, a helyzet hívta életre, mert az élet kér utat. Mára elfogytak az erőszakmentes polgárjogi küzdelem lehetőségei, a roma polgárosodási és egyenjogosítási törekvések zátonyra futottak. A magyar állam, az uralkodó politikai elit minden lehetőséget bezárt a magyar cigányság előtt. Urak és allatvalók, rendi típusú társadalmak ezt kibontakozni előttünk, amelyben a népünknek rabszolga vagy janicsár szerep juthat. Százezres cigány közmunkás tömeg tapossa egymást 47 ezer forintos éhbérért, a cigány főnökök pedig, a olaszul úgy mondják, hogy kápók, pedig dicsinuszokat zengnek a jótevő kormányhoz, és nyújtják a markukat a 30 ezüstért. Az elmúlt 25 évben folyamatosan kerültünk pária helyzetbe, lét alatti létbe. 70%-unktól elvették a megélhetést, elvették a munkát, és nem adtak újat helyette. Ezután elvették a belvárosi bérlakásainkat, és a városi gettókba, vagy a peremvidékek falusi rezervátumaiba száműzték sokunkat. A közöny zónáiban sorsunk megpecsételődött, gyermekeink kétharmada elkülönített iskolákba jár, elkülönített osztályokban kap alacsonyabb szolgáltatást, várva, hogy 15-16 évesen utcára tegyék, ahol a jobb esetben a közmunka, rosszabb esetben a hajléktalanság vagy a börtön valószerű jövő. Az utóbbi 3 évben elvették maradék intézményeinket is, nincs saját jogvédelmünk, művelődési központunk, újságunk, rádiónk, már gimnáziumunk sem. Azért jött létre a párt, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem maradhat így. Nem fogadhatjuk el, hogy hontalanok legyünk a saját hazánkban. A tenni, gondolkodni még szabad cigány és nem cigány rétegnek úgy gondoljuk erkölcsi kötelessége a kiállás, a cigányság és az ország fennmaradása érdekében. Nem maradt más választás, mint a cigány politikai önszerveződés, a cigány politikai érdekek maradéktalan és hiteles képviseletére,
vagyis a cigánypárt megalapítása. A magyarországi cigánypárt azért jött létre, hogy azok legyünk, amik vagyunk, vállalhatóan cigányok, romák és teljes jogú polgárai a magyar köztársaságnak és Európának. A cigánypárt célja, hogy cigány közmegegyezést érjen el, több szinten is, elsőként a cigány vezetők és a cigány közösségek körében, második szinten a cigány közösségek és a többség körében is létrejöjjön a feltételrendszer annak, hogy a magyar állam, a cigányság és a többség képviselői megállapodjanak egy valódi nemzeti felemelkedési programban. Kötelességünknek tartjuk, hogy megteremtsük ennek a társadalmi közmegegyezésnek a feltételeit, a romák talpraállítása és felruházása, társadalmi felruházása, a közösségeink fejlődési pályára állítása érdekében. Tehát a küldetésünk az, hogy ezt a társadalmi közmegegyezést elérjük, a cigányság egyetemes emberi jogainak, alkotmányos és kisebbségi jogainak, a gyermekeink jogainak maradéktalan érvényesítésével. Törekvéseinket erősíti az a tény, hogy a cigány fiatal nemzedék munkába állítása véleményünk szerint a feltétel és garanciája annak, hogy Magyarország fenntartható gazdasági fejlődése megvalósuljon, hogy fenntartható legyen a magyar szociális és nyugdíjrendszer. Az ország képtelen eltartani 500 000 munkaképes embert, az ő munkába állításukkal viszont megoldható az, hogy Magyarország működőképes maradjon. Ez alapfeltétel ahhoz, hogy a cigány emberek önbecsülését visszanyerjük, alapfeltétel ahhoz, hogy a cigányok meg tudják önmagukat védeni. Magyarországon a vészkorszak jelei mutatkoznak, és úgy ítéljük meg, hogyha 150-200 ezer új munkahelyet tud teremteni, valódi munkahelyet. A hatalom, és ebben a kérdésben a mi nyomásgyakorlásunkkal, a mi politikai részvételünkkel részt tudunk venni, akkor el tudja hárítani Magyarország önmagától azt a veszélyt, hogy náci uralom valósuljon meg. Ez alapérdeke a magyarországi cigányságnak és alapérdeke az országnak. Azért jött létre a cigánypárt, hogy segítsen Magyarországnak abban, hogy újra egységes, összetartó, valódi jogállam, valódi köztársaság legyen. Elsőrenden fontosnak tartjuk ezért, hogy a cigányság öntudatos közösségekből álljon, öntudatos és szervezhető közösségeik legyenek, akik részt vesznek a választásokon. Mi egy olyan alternatívát kívánunk képviselni, fölmutatni, amely a legszegényebb, a legelnyomottabb cigány emberek számára is jövőképet mutat, valamifajta esélyt arra, hogy az ő összefogásukkal, politikai részvételükkel megvalósulhat az, hogy az ő hangjuk a párt, mint szócsőn keresztül eljuthat a törvényhozásba, és ott a mi szempontjainkat is figyelembe vevő törvények szülessenek. Azt gondoljuk, hogy a magyar társadalomnak van szolgáltató állama, kell, hogy legyen szolgáltató állam, és nem az állam tisztségviselőinek, politikusainak van hűbéres, kiszolgáló társadalma. Mi tudjuk ezt leginkább, cigányok, hiszen ahogy ez elhangzott a mai beszélgetésen is, a cigányok azok, akik a leginkább kiszolgáltatottjai egy hűbéri rendszernek. Nem szeretnénk egy ilyen hűbéri, posztfeudális társadalomban élni, helyette szeretnénk egy szabad,
egy gyarapodó magyar köztársaságnak részévé válni. Ezért fogunk elindulni a választásokon. Nem fogunk szövetséget kötni sem a baloldallal, sem a jobboldallal. A cigányok keservesen csalódtak mind a két oldalban. Magyarország szíve akarunk lenni, és nem baloldal, és nem jobboldal. És várjuk a cigány embereket pártba, várjuk a nem cigány embereket a pártba, mert azok az értékek, amiket mi képviselünk, legyen azok a gazdasági felemelkedés, a társadalmi összetartozás értékei, azok valamennyi leszakadó, valamennyi szerencsétlenebbül járt magyar állampolgárnak és közösségnek a közös érdeke. Várjuk a tagokat, várjuk a támogatókat a pártba. Szeretnénk mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani, és a cél az 5%-os parlamenti küszöb elérése. Úgy ítéljük meg, hogy ez nem lehetetlen, és alapvetően attól függ, hogy a cigány emberek képesek lesznek elhinni azt, hogy kezükben van egy fontos politikai jogosultság, egy fontos politikai jogintézmény, a szavazás joga, és ezzel kell csupán élni, hogy lehetünk büszke, egyenes tartású, a magyar jövőt alkotó és meghatározó társadalom rész. Ennyit szerettem volna elmondani, hogyha van kiegészíteni valótok az elmondottakhoz, akkor átadnám a szót nektek. Nagyon köszönöm. Kérdésekre várunk. Kérdéseket várunk. Tessék parancsolni. Köszönöm a kérdésem, hogy nem tartják egy korak túl későjének, hogy 5 hónappal választások kezdetben tartunk meg egy párt, és hasonló problémákról már azért voltak jelek, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt is, miért csak most alakult meg a párt? Párt egy évvel ezelőtt alakult meg, a budapesti szervezet alakult meg ma. Elkezdődött a munka, és 5 megyében jelen vagyunk, ma Heves megyében, holnap pedig, hogy is van? Tehát, hogy ma Heves, holnap pedig Baranyában alakul szervezet, jövő héten pedig Zalában és Vas megyében. Tehát egy picit késésben vagyunk valóban, de ez csak arra inspirál minket, hogy nagyobb sebességgel dolgozunk. Következő kérdés. Még egy lehet. Tessék, parancsolj. Az ennek, hogy a következő kérdésem, hogy ugye az köztudott nagyon sok riport is feltárt, ahogy a legszegényebb rétegekre, legszegényebb cigányokra nagyon rátelepszenek a pártok, különféle anyagi eszközökkel viszik el őket, kocsikáztatás, stb. Ez közismert. Hogyan próbálnak ez ellen fellépni, és hogyan próbálják inkább a saját gyakorra fordítani ezeket a szavazóriteknek a referenciáit? Hát egy biztos, nem több pénzen. De hogy ez ellen megkívánnak lépni, vagy valóban ezt hát számunkra most nem lehet más fontosabb, mint a felvilágosító munka, hogy ne azok történjenek meg, ne azok a stációk, stádiumok érvényesüljenek, mint amelyek idáig a választások során érvényesültek. Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon nehéz feladatunk van, hiszen az ellenérdekű feleknek sokkal több anyagi javak állnak a rendelkezésre e tekintetben. Azonban úgy gondoljuk, hogy a magyarországi cigányságot, az apátiában lévő magyarországi cigányságot fel kell rázni, és öntudatos emberekké kell őket nevelni. Hiszen csak és kizárólag akkor tudnak a társadalomnak hasznos tagjai lenni. Tehát a felvilágosító munkára helyezném a hangsúlyt, minél több településre, minél gyorsabban eljutni, és elmagyarázni nekik, hogy mi ennek a választásnak a tétje. Örömmel fogadunk még kérdéseket. Azt jelenti, hogy nagyon kimerítőek voltunk, és a sajtó pedig nagy rokon szemmel fogad minket. Tessék, parancsoljunk. Nincsen még meg mindenütt. Január közepére
várható az országos gyűlés, amikor rögzítjük a jelöltek számát, személyét, tehát amikor összeáll igazából a jelölt lista. Jó néhány választókörzetben már biztosak vagyunk abban, hogy kik indulnak, ez kb. 8-10, de szükséges a következő egy hónap intenzív munkája ahhoz, hogy megtaláljuk a 106 egyéni képviselőjelöltet. Ez ügyben is nagyon köszönjük a részvételüket, hogy minél szélesebb körben tudjuk a társadalmat, a közvéleményt tájékoztatni a céljainkról, az értékeinkről. Ez nagy mértékben segít számunkra. Az első és legfontosabb üzenetünk az, hogy a cigány emberek ne regisztrálják magukat. A kisebbségi névjegyzékben ne vetessék föl magukat januárba, mert aki fölveteti magát a kisebbségi névjegyzékbe, nem választhat pártot. Tehát az az elsődleges üzenetünk, hogy ne regisztrálj, hanem cigányként szavaz a saját pártodra. A következő üzenet pedig az lesz, hogy együtt sikerülni fog, ami eddig nem sikerült, visszaszerezni mindazt, amit elvettek tőlünk. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon köszönöm a részvételüket, viszontlátásra a következő heti sajtótájékoztatón, amikor a társadalompolitikai gazdaságfejlesztési programokról fogjuk Önöket tájékoztatni. Köszönöm szépen a részvételüket! Thank you.